Kedves testvéreim, kedves nézőim, ha délelőtt a Földön jártunk, és pedig Tesszalonikában, megismerve egy Krisztusváró gyülekezet pozitív vonásait, most ebben az órában egy távolabbi helyre, a menny gyönyörűségébe hívok minden adventi várakozásban élő és égő lelkű embert, testvért, hiszen a mennyei jelenések könyve, amelynek alapján fogom hirdetni Isten igéjét, bepillantást enged már most nekünk, halandó embereknek is, abba az örökkévaló és csodálatos világba, amely adventi várakozásunknak végső célpontja lesz. Jöjjünk hát Isten elé, magasztaljuk őt jóságáért, előrelátásáért, megbocsájtó szeretetéért, mindazért, amit Krisztusban adott nekünk. Imádkozzunk! Nem vagyunk méltók arra, hogy belátással lehessünk a menny dicsőségébe. Bűnös emberi voltunk fel sem fogja annak csodáját, de kívánjuk élvezni, Uram, hogy legyen számunkra megerősítő erővé az, amit a Biblia mond az eljövendő világról, a csodálatos összhangról, a teljességről és a tökéletességről, amely vár reánk az advent betöltött valóságában. Arra kérünk, hogy vezessél most is bennünket szent lelkednek ereje által, hogy meglássuk azt, amit ígérsz és amit meg is adsz a benned bízók számára, Krisztus megváltottai számára, amikor eljön a teljesség. Legyen hát figyelmünk a te ígéden, a te ígéd pedig erősítsen meg a mi hitünkben bennünket. Jézus nevéért kérünk. Amen.
ugyanígy az adventi várakozás hevében a menny csodáját láthattuk a Jelenések könyve 21. fejezetének szavaiból, most pedig a 22. fejezet a következő, a gondolat folytatását hordozó ige szakaszt fogom felolvasni, a Jelenések könyve 22. fejezetének első 6 versét. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, amely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ennek az ige hirdetésnek a címe az egy idézet a felolvasott igéből, látják az ő arcát. Minden várakozásunknak teljesége és kiteljesedése az lesz, amikor Istennek szentsége már nem pusztító erő lesz számunkra, hanem Krisztus vérén megtisztulva méltók leszünk arra, hogy lássuk az ő arcáját. De mielőtt ezt az igét is közelebbről megismernénk, nézzük meg, hogyan függ össze a Biblia, milyen csodálatos átívelések vannak, gondolati ívek, akár az Ó és az Új Szövetség között is. Nemrégiben olvastunk, vagy hallottunk igéket Dániel könyvének 7. fejezetéből. A 9. és a 10. versben láttuk, vagy olvastuk azt a látomást, amit Dániel látott annak idején, ebből idézek most, és mindjárt meglátjuk, milyen csodálatosan rímel a Jelenések könyvének szavaira. Azután ezt láttam, írja Dániel,
Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. A mennyei trónus, a mennyei trónterem képét látjuk itt, és azoknak a szolgáknak a sorát, akik őt szolgálják, ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte, olvasó Dániel könyvében, és bár ezek a számok nyilván nem exakt számok, hanem egy nagy sokaság, megszámlálhatatlan sokaságot kívánnak jelenteni, ugyanezt a képet kapjuk vissza, talán egy kicsit halványabban, úgy tűnik legalábbis a színes dánieli bemutatás után a Jelenések könyvében, ahol szintén azt látjuk, hogy a trónuson ott ült az Isten és a bárány, és azt is olvassuk, hogy a szolgái szolgáltak neki. Dániel pontosítja a számokat is, vagy egy megközelítő számot jelez. Itt egyszerűen csak azt látjuk, hogy szolgái szolgáltak neki. Drága testvéreim, aki járt esetleg olyan helyen, ami valamikor királyi palota volt, bizonyára emlékszik arra, vagy úgy is értékeli, hogy a legpompázatosabb része az épületnek a trónterem volt. Minden palotának a trónterem, a dísze, a szíve, a legszebb része. Akárki nem is léphet be oda. Ezért tehát a dánieli, vagy a Jelenések könyvekbeli bemutatása a trónteremnek azt jelenti, hogy különleges és kiváltságos személyek voltak, akik láthatták, mi van ott. Emlékezzünk arra, amit az Ószövetség gyönyörű történetében, Eszter könyvében olvashatunk, amikor a zsidók megtámadásának kiküszöbölésére Márdokeus Esztert kéri meg, hogy menjen a királyhoz, és eszközölje ki azt, hogy megmenekülhessenek a zsidók. Erre a kor szokásának és a helyi szokásoknak megfelelően tudomásokra kellett jusson, amit mondott Eszter a következőképpen. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, az kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Így mondhatjuk tehát, hogy különleges kiváltságban van részünk, amikor a mennyei trónterembe léphetünk a Biblia szavaival, képeivel, akár Dániel, akár a Jelenések könyvében. És elmondható, hogy az egész a Biblia két utolsó fejezete, a 21. és a 22. fejezet együtt egészen csodálatos módon az üdvösség szépségét mutatják be nekünk, azt, ami egy üdvözült és megújult teremtésű világ tud adni csak. Szóval ebben a megújult világban a legszebb és a legértékesebb lehetőség az, amit így olvasunk, hogy a szolgái tehát látják az ő arcát. Hadd kérdezzem meg, annyi mindent szeretne látni az ember, annyi mindenre képes áldozni, ide utazzon, oda utazzon, ezt lássa, vagy azt nézze meg. Vannak hivatásos utazók, nem tudom milyen pénzből, de szinte egész életüket átutazzák, az egész világot. Látni akarnak sok mindent. Gondoltál-e már arra, kedves testvérem, kedves hallgatom, hogy a legszebb látvány az ő arcája lehet. Amit most még elképzelni sem tudom. Istenről azt olvasjuk, hogy ő szellem, ezért tehát nekünk fizikai létben élő embereknek lehetetlen meglátni, megérteni, felfogni, képet alkotni arról, ami nem fizikai valóságban létezik. De akkor is ott egy más világ és más állapotban levő ember látni fogja az ő orcáját. Addig is. Az advent drága napjai késztessenek minket arra, hogy keressük az ő orcáját. Meglátjuk. Meglátjuk a napfényében, meglátjuk a vihar dörgésében, meglátjuk a másik emberben, a szegényben, az elesetben,
ott van az Isten orcája, könnyen felfedezhetően, és emberek által is látható módon. Ha arra gondolok, hogy a trónteremről olvasva, vagy arról hallva a korai keresztényeknek a császár jutott eszükbe, a császárról pedig az üldözés, az életveszély, amiben éltek, akkor ez a rettegés a trónterem hallatáról átváltozik valami édes, drága vágyjá, amikor a mennyei trónteremről hallunk. Megnyugvást ad nekik. Íme az a trónterem, amely nem a császári, hanem a császártól megfoghatatlanul magasabb rangban levő, a legfelsőbb hatalmassági az Isteni. És hogy ebben a trónteremben a teljes Szentháromság Isten jelen van, talán fel se tűnik, amikor olvassuk, bár közel elolvasható, hiszen azt olvassuk, hogy az Istennek és a báránynak királyi széke van ott, de a teljes első vers így szól, megmutattál nékem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály. És ebben a folyóban felismerjük azt, amit János ír az evangéliumának 7. részében, fejezetében, Jézus szavaira hivatkozva, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. És itt találkozunk ezzel az életvizének tiszta folyójával, amit Jézus maga így nevezett, de ő a lélekről szólt. Így látjuk meg tehát az Istent, vagyis az Atyát, a bárányt, vagyis a Krisztust, és az életvizének tiszta folyóját, vagyis a Szent Lelket. Csodálatos kép, a mennyei trónterem teljes pompájában ragyog előttünk. Tovább menve a második versben visszalépünk a dolgok kezdetére. Mondhatni az édenkertet látjuk, de itt most egy kiteljesedett formájában. Az, amit először látunk, egy kert volt valóban, most viszont egy minősített és magasztos képet látunk, úgy, ahogy az édenkertet el sem tudjuk képzelni, mert itt az egész új világ és az egész új föld, amiről hallhattunk a múltkor, ennek az állapotát mutatja be. Nem csak egy kert, nem csak egy része, egy területe a teremtett világnak, hanem maga az egész új teremtés ebben a képen látszik. Az utcájának közepén, a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, amely gyümölcsöt terem. Az a kép, amit ott látunk az élet, vagy olvashatunk az édenkertjében, az életfájáról, itt most magasztosabb és kiteljesedett formájában van jelen, és immár nincs eltiltva előle senki, hogy ne egyen belőle, és örökké éljen, és örökké kárhozatban maradjon. Itt a gyümölcstermés fogyasztható. Érdekes módon olvasok azt, hogy ebben a trónteremben egyúttal Isten tiszteleti hely is van, tehát egyben templom is ez a trónterem, és ahogy már korábban is említettem, szolgák szolgálnak benne, az ő szolgái szolgálnak neki, egészen pontosan így olvassuk. Talán nem sokan tudják, hogy a miniszter szó, annak a latin gyökere, szolgát jelent, vagy hasonló gyökérből van a minisztráns gyerekek megnevezése is, akik szolgálnak, ott nyilván az oltár körül. A miniszterek pedig a nép érdekében. Ilyen minisztránsok, ilyen miniszterek vannak ott az Isten királyi trónusában, a mennyei templomban, akik szolgálnak nem is akárkinek, hanem őneki. És mégis azt kell mondanom, hogy bár szép dolog az, hogy szolgálnak őneki, még nem is ez a fontos. Talán nem ez a legfontosabb üzenet ebből az igéből, nem ez a döntő fontosságú, hanem az Isten királyi jelenléte. Hogy ott, ő előtte állnak és ott szolgálnak, nem valahol külső területeken. Ott állnak és látják az ő orcáját, leplezetlenül, színről színre. El tudom képzelni magamat, amikor egy, kicsit durva lesz talán a hasonlat, egy takarítónő a miniszter szobájában, most akkor a miniszter az, aki nem szolga, hanem úr, az ő szobájában takarít, és vagy mondjuk a király szobájában, és éppen bent van a király, és lopva rá tekint, miközben törli a port, hogy lássa a királyt.
Itt a szolgák, úgy hiszem, biztos vagyok benne, nem lopva kell ránézenek, hanem látják, egyszerűen látják az ő orcáját, színről színre is leplezetlenül. Valami hasonlót láthatunk kicsit korábban, amikor olvasok a 21. fejezetben, egy angyal mondja, hogy megmutatom a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Eddig még mennyasszony volt, de most már a mennyei nász létrejött, ez a szellemi nász, és immár a bárány feleségévé lett az, aki eddig mennyasszonya volt. Megmutatom, hogy lássa. Ezen a megszentelt helyen olvasok ugyanakkor egy nagyon furcsa dologról, ami itt természetes, és pedig az, hogy semmi elátkozott, nem lesz többé itt. A mennyei trónteremben nem fér meg az átok, nem fér el, nincs helye ott. Az Ószövetségben olvashatunk az átokról úgy, ahogyan az Isten elrendelte Mózes első könyvében, mindjárt a teremtés, a bűnbeesés után a kígyóra és a földre mondott átkot. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon jár és port tegyél egész életedben. A másik pedig az embernek ezt mondta, mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Figyeljük meg, nem az embert átkozza meg Isten. Bár az ember vétkezett, de Isten megkegyelmez neki, ám a földet, amelyből élni fog, megátkozza. És innentől van az, hogy bogáncsot terem és kórót, nem pedig makkozó füvet, mint a teremtés harmadik napján, ahogy olvassuk. Igen, ez a helyzet, hogy az átok ezen a földön jelen van. Erről volt szó délelőtt is, hogy a világ sóhajtozik, átok alatt van, és várja azokat, akik fennem fogják hirdetni, harsonázni az igazságot, a felszabadulást, a Krisztus eljövetelét. Az Újszövetség is foglalkozik olyan értelemben, hogy visszatér az Ószövetségre a Galata levélben az átok gondolata. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett érettünk, mert megvan írva átkozott, aki a fán függ. Vagyis azt az átkot, azt az isteni áldás elvonást, amit a törvény jelentett, hiszen az ember azt mondta, hogy megtartjuk a törvényt, nem kell nekünk az Isten áldása, mi majd pontosan betartjuk. Ez az átok. Isten áldásának megvonása. Ezt az áldás megvonást, tehát amit a törvény jelentett, a törvény átka, így is mondhatjuk, ezt Jézus magára vette. Úgy, ahogyan a mondat, illetve az Ószövetség tanítja, átkozott, aki a fán függ. Jézus a fán, a keresztfán függött. És ez az átok, ami ezt a világot sújtotta, átment ő rá. Az ember, a törvény átka, bocsánat, pontosabban a törvény átka átment Krisztusra. Innentől már nem volt átok a törvény az ember számára. Innentől nem is a törvény volt az ember számára a mérvadó, hanem Krisztus, aki átokká lett a fán. Ugyanez a történet, vagy ugyanez a gondolat visszatér most az arc látásából, az Ószövetségben is. Szeretném elmondani azt, ahogyan Mózes második könyvében olvashatunk arról, hogyan lehetett az, hogy a bűn átkának megszűnése összeköt minket Istennel. Mert az, hogy látják az ő arcáját, azt jelenti, hogy már nincs átok azon a helyen. Nincs átok, mert nincs bűn. És nincs bűn, mert Krisztus vére azt eltörölte. Valami hasonlót élt át Mózes és azok a kiválasztottak, akik felmentek a hegyre, akikről úgy olvassuk, hogy látták az Istent, de mindjárt meglátjuk, hogy ez hogyan is érthetjük. Fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abihu meg Izrael vénei közül 70-en. Látták Izrael Istenét. Lába alatt zafírkőféle volt. Olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiainak a vezetőire nem emelkezett, bár látták az Istent, amikor a színe előtt ettek és ittak. Átok alatt levő ember nem láthatja tehát az Istent. De ez, hogy látták az Istent, azt mutatja, hogy olyan szoros kapcsolatban voltak. Nem volt közöttük semmi, akkor ott, azokban a magasztos pillanatokban. Drága hallgatom, ezt Isten felkínálja minden ember számára.
Izsaiás úgy írja, hogy Istennek nem olyan rövid a keze, hogy ne tudna segíteni. Nem olyan süket a füle, hogy ne hallaná meg kiáltásodat. Hanem a ti bűneitek, mondja ki az ítélő szót a proféta, a ti bűneitek, azok választanak el titeket Istentől. És az a világ, az örök Éden, ahol átok már nincs, tehát bűn sincs, ott nincs, ami elválaszol minket az Istentől. És ezért mondhatjuk ezt az örömteli, csodálatos, gyönyörű ígét. Látják az ő szolgái, látják az ő arcáját. Mert nem választja el őket a bűn az Istentől. A zsoltáros is hányszor felkiált örömmel. Én pedig meglátom arcádat, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Panaszkodik is. Miért rejted el arcádat? Vagy könyörög. Ne rejtsd el arcádat szolgáid elől. Ragyogjon rá arcád szolgádra. Mintha visszahallanánk az ároni áldásnak szavait. Ragyogtasd a te arcádat. Fordítsd a te arcádat felé. Hogy lássam a te arcádat, Istenem. Öröm tölt el, mikor felébredek, mert látom az Isten arcáját. Hányszor felkelünk, és azért teszünk először is, hogy de rossz volt az éjszaka, de sok munka vár ránk a nap folyamán, de nehéz felkelni az ágyból, és sok minden más. Tanuljunk a zsoltárostól. Én meglátom arcádat, és öröm tölt el, amikor meglátlak, amikor fölébredek. Legyenek ilyen reggeleink. És térjünk át az új szövetségre, mert az Isten meglátása, az ő orcájának látása részben már megvalósult akkor, mikor Isten testben közöttünk volt Jézus Krisztus személyében. A János evangéliumában olvassuk azt a csodálatosan szép képet, amely arról szól nekünk, hogy Isten már valamennyire látni engedte önmagát. Az ige testélet és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, írja János az evangélium első fejezet 14. versében. És kicsit arrább, az Isten soha senki nem látta, ez az Ószövetség tétele, de így folytatja, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. És itt ismerhetjük meg, vagy emlékezhetünk arra, amit Fülöpnek mondott Jézus, aki látott engem, Fülöp, az látta az Atyát. Így, ilyen formában, mint egy megközelítő lépésként kaptuk ezt a kiváltságot, hogy láthassuk az Atyát a fiúban. És mint egy megerősíti ezt a megdicsőlés hegyén a mennyei szózat, amikor azt mondja, hogy ez az én fiam, benne gyönyörködöm, őt hallgassátok, ez az én fiam, és akkor megdöbbennek a tanítványok. Ez a Jézus, ez a Mester, ez a Názáretből származó ember, most már egészen biztos, hogy több, mint ember. Ő Istennek a fia. És elmutatták, hogy látok az Istent az ő fiában. Drága testvéreim, a Biblia azt tanítja nekünk, Jézus maga mondta a Tamásnak, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Jól értsük, Jézus önmagáról beszél. Boldogok, akik nem látnak engem, nincs fizikai lehetőségük látni engem, és mégis hisznek. Tehát a nem látásnak is megvan a maga áldása, mert vannak körülmények, amikor nem láthatunk, nem láthatjuk az ő orcáját. De hitünket nem szabad ez meggyengítse. Vagy azt olvassuk a hegyi beszédben, hogy azok, akiknek a szívük tiszta, meglátják az Istent. Mindaz, amit most még látunk, vagy nem látunk, homályos dolgok, mint amikor tükörbe nézünk, ahogy mondta ezt Pál apostol, homályosan tükör által látunk, és mégis azt mondom, hogy a felkészülés az adventünkben, az felkészülésünknek egyik fontos pontja az, felkészüljünk, hogy látni fogjuk őt. Amikor régen nem látott rokon, ismerős vagy barát jelzi, hogy arra jár, eljönne hozzánk, hogy találkozzunk, bizonyára megpróbáljuk elképzelni, mennyit változott, milyen lett most a kinézete. Talán olykor csalódunk, máskor pont elkapjuk azt, amit gondoltunk. Íme az advent arról szól, hogy várjuk
azt a pillanatot, amikor szemtől szemben megláthatjuk őt. Az adventi vasárnapok haladnak sorban mind a karácsony felé, a beteljesedés felé. A karácsonyi ajándék általában az, hogy valamilyen élményt adjunk szeretteinknek. Legyen ez akár egy utazás, vagy egy operajegy, vagy egy fotózás valahol, egy élményparkban való látogatás, mert manapság ilyeneket is szoktak ajándékba adni. A legnagyobb élmény mégiscsak mi ránk, Krisztus várókra vár. A karácsonyi ajándék legszebb élménye az lesz, hogy eljön az, akit nem láttunk, de akit látni fogunk. Eljön az ég felhőin, és meglátja őt minden szem. És elvisz minket oda, ahol a bűnnek átka már nincs, ahol az édenkert teljesse, az egész létezés teljessége egy édenkerthez hasonlítható. Ahol az Isten trónusa lesz a középen, ahol nem lesz nappal, ahol nem lesz éjszaka, csak nappal, ahol Isten maga világosít meg mindent, ahol látni fogjuk ebben a világosságban az ő arcát. Ez a mi adventünknek igazi beteljesedése. Szoktál álmodozni? Álmodj! Keresd, gondolkozz, lásd meg Isten arcát, nem fizikai arcot, az ő szellemi arcát, az ő létezését ebben a világban, ebben a teremtett világban, az emberek életében, és ha megláttad őt, boldog leszel. Kedves testvéreim, hajtsunk fejet Isten előtt. Nagy kiváltságnak érzem az olvasott ígét, amely engedi, hogy mi magunk is belássunk a mennyei trónterembe, belássunk abba a világba, ahol már nincs átok és nincs bűn, ahol szolgák százezrei, milliói, végtelen sokasága szolgál tenéket, és a te orcádat látják, örökkévaló Isten. Olyan bölcsen rendelted el, hogy az ember ne láthasson téged, mert aki lát, akkor már uralma arra akar venni. De te legyőzhetetlen és mindenek fölött való hatalom vagy. Az ember nem láthatott téged, aztán mégis megengedted, hogy lássuk fiadat és benne téged, az ő szellemiségében, az ő beszédében, gondolkodásában, alázatosságában és engedelmességében, de megadatik nekünk az a csoda. Akik benned bízunk, akik letettük a bűnek terhét, akik nem hordozzuk annak átkát életünkben, hanem hagytuk, hogy Krisztus elhordozza azt a keresztfán. Nekünk megadod azt, hogy szolgálj. Mennyei otthonom néven, szentsége.
Kedves testvéreim, hajtsunk fejet Isten előtt. Nagy kiváltságnak érzem az olvasott ígét, amely engedi, hogy mi magunk is belássunk a mennyei trónterembe, belássunk abba a világba, ahol már nincs átok és nincs bűn, ahol szolgák százezrei, milliói, végtelen sokasága szolgál tenéket, és a te orcádat látják, örökkévaló Isten. Olyan bölcsen rendelted el, hogy az ember ne láthasson téged, mert aki lát, akkor már uralma arra akar venni. De te legyőzhetetlen és mindenek fölött való hatalom vagy. Az ember nem láthatott téged, aztán mégis megengedted, hogy lássuk fiadat és benne téged, az ő szellemiségében, az ő beszédében, gondolkodásában, alázatosságában és engedelmességében. De megadatik nekünk az a csoda, akik benned bízunk, akik letettük a bűnek terhét, akik nem hordozzuk annak átkát életünkben, hanem hagytuk, hogy Krisztus elhordozza azt a keresztfán. Nekünk megadod azt, hogy szolgáidként lássuk a te orcádat. Igazi adventünk beteljesedése lesz az, amikor elérkezik ez az idő. Addig pedig alázatosan szolgálni téged itt a földön, és keresni orcádat a világban, a teremtésben, az emberekben, az elesettekben, a szükségre várókban, ebben légy segítségünkre. Mert akik ezt meglátják, és akik így látják meg a te orcádat, boldog emberek lesznek.